Sziasztok! A mai adásban egy egyszerű, de nagyon hasznos haradat mutatok be nektek. Tartsatok velem! A ha harradarról van szó sokaknak egy nagyobb készülék jut eszébe, azonban nem kell elfeledkezni az arról sem, hogy mondjuk vannak parti horgászok, vagy hát éppen a pénztárcája valakinek nem engedi meg, hogy mondjuk milliós hardradarja legyen. Hát nekem szerencsére van ö, lehetőségem ö, a legdrágább hardradarokat is kipróbálni, így van összehasonlítási alapom. Pont ezért tudok szerintem úgy nyilatkozni egy ilyen radarról, hogy, hogy az tényleg valóban mit tud, és mire is való egy ilyen harradar. Nos, ami a kezemben van, ez az Outdoor Master harradar. Egy nagyon egyszerű kis készülék, áll ebből a úgymond vevőegységből, illetve van ez a kacsának nevezett kis sárga dolog, ez az adó egység, annyi, hogy parton állva bedobjuk a, ezt a kacsát, úgyhogy természetesen rákötjük a zsinórra előtte a fülbe a, ezt a kocsát, bedobjuk, húzzuk magunk felé, itt a parton meg ellenőrizzük, hogy milyen mélység van, illetve több batot is megtudunk erről. Nézzük el azonban először, hogy miből is áll ez a radar. Van ez a kacsa része neki, ez úgy néz ki, hogy van itt föl egy kupakja neki, ez vízzáró egyébként. Ezt ha letekerem, akkor belenézek, itt van benne egy elem, ez gyári állapotában egy kis ö, műanyag lapocskával el van zárva, hogy működjön, azt ki kell húznunk, visszaszedjük a kupakot, és ezt hát ez nagyon hosszú ideig működni fog. Annyi, hogy ö, akkor lép működésbe, ha van ez a kis két fém a részecske, ha vízet ér, akkor zárja az áramkört, és elkezd működni a jeladó. Na, a jeladóval meg vagyunk. Nézzük a vevő egységet. Ő sem bonyolult itt van hátul az elemtartója, ez is jó zár egyébként, négy darab, háromás, másfél vontos elem működteti, Ez is, hogyha jó minőségűt rakunk bele, akkor ez hosszú ideig fog kiszolgálni, jobb vétel, ez van egy antenna is egyébként, de általában ezt nem szoktuk használni, vagy nem kell használni. Mire juss, jó ez egy, egy ilyen készülék. Ha megnézzük a kijelzőjét, színes kijelzője van egyébként. Felső sorban van egy olyan, hogy vízmérsék, van egy olyan, hogy vízhőmérsékletet tudunk mérni, tehát hogyha a jeladót egy picit azért benne kell hagyni a vízbe, akkor látjuk, hogy milyen a vízhőmérséklet, ez is nagyon fontos adat, látjuk azt, hogy milyen az éppen adott légnyomás, ez is nagyon fontos lehet egyébként. Tudjuk a töltöttségét, a jeladó erősségét nézni, tudjuk a külső hőmérsékletet nézni, hát meg még egyéb ilyen hangjelzés, egyéb apróságokat tudunk látni rajta. Illetve van egy ilyen osztás, ami azt a vízaszlapot mutatja, ami a jeladó alatt van. Tehát lehet ez akár 10 méter is, vagy 1 méter is ez mindig úgy osztódik fel, ha egy 10 méteres, akkor vannak ezek a kis pici kockák, akkor 1 méter, 2, 3, 4, 5, 6, ha 1 méteres a vízmélység, akkor ez természetesen 10 centinként van, és ha valami hal jelet berak ide, akkor az abban víz oszlop mélységben van, tehát mondjuk ha fél vízan van egy halunk, akkor itt fog megjelenni a hal, mindig jobbról balra megy ez a jel. Tudjuk még egyébként azt is ö, megnézni, hogy mondjuk egy növényes vagy köves előttünk a talaj, akkor ilyen kis zöld növényeket jelenít meg, ha mondjuk fa vagy, vagy nyári vegetációban növényzet van, vagy köveket jelenít meg, ha köves a ajzat. Na nézzük is működés közben, hát természetesen egy pergető bobtra raktam fel, mert hát nem csak pergetőknek van ez a, a, kis szerkezet, jól oda kell kötni a jeladóhoz, a zsinór, bedobom, Lényeg, hogy mindig nézem, hogy hol jár éppen ez a jeladó, és már is kicsit fütyül ez a ö, készülékünk, már elég sok halat mutat, nem a felső rétegben, hanem félvíz és ö, alatta, illetve valami fa is lehet ott, mert van egy növényzetet, mutat nekünk, plusz 2,93 méteres a vízménységünk, és akkor ilyenkor szépen elkezdem tekerni, és nézem a jelet, 2,70-2,90 körül mozog a vízmélység. A halak most már egy szinten vannak, tehát nincs annyira szétszórva. Növényzetet még mindig látok. Most megjelent egy kőjel egyébként nekem. Hopp, 2,10. Tehát itt, ott, ahol van az az ágnak a vége, attól egy fél méterre bentebb, ott van a törés. Ha mondjuk keszegezni szeretnék, vagy éppen a süllőket ott ezen a törésen horgászom meg ez a pályát, lehet, hogy sokkal több esélye van mondjuk süllőt fogni, illetve ha pergetés szempontjából nézik a dolgot, akkor minél több apró halat találunk, annál nagyobb esélyünk van, hogy ragadózó is lesz a környéken. Kitekerem még, ránézek, hogy már egy 40-es, itt egyre több fa van, valószínű, a ezek a falevelek, gajjak, ami lábunk előtt is van, és hát följön. Hát fél méteres vizet azért már nem kell vele mérni, nem arra volna a radar, de arra, hogy én egy partra kimenjek, és onnan bemérjem a vízmérséget, vagy éppen akár egy csónakból is szépen berakjam ezt a radarfejet, megnézem az alattam lévő vízmérséget. Tökéletesen alkalmas. Nagyjából megmutatja az, hogy van-e valami gaj, vagy éppen növényzet az adott helyen, és nem mindegy, hogy hol fogok horgászni. Tehát tudom, hogy itt is megnéztem a terepet, van mellettem egy hely, ott három és fél méteres a víz, meg is fogom mutatni mindjárt, és meg csak kettő hetve. Tehát nem mindegy, hogy egy fél méter mélyebb, mélyebb vízbe horgászok, vagy ezen a helyen egy fél méterrel sekélyebben. Na, átjöttem egy másik helyre, hogy azért mutassam a kontrasztot. Az előző hely 20 méterre volt tőlem jobbra, és átjöttem a másik helyre, persze előtte azért elárulom, hogy már megnéztem ezt a pályát, de ennyi a különbség, hogy látszólag a hely ugyanaz, vízre ránézünk ugyanaz, és menny mégis mennyi lesz a különbség. Bedobtam körülbelül középre a radart, és most megnézem, Hoppá, 3 méter 80 centi a Itt is vízközt vannak halak. Jelenleg ott szépen tekerem kifelé. Az alja viszonylag kemény lehet, ez ez a kőjel. Van fa is, ott vigyázni kell. És itt már 2,80-as, 2,60-as, tehát ott a törés. És az mögött meg ö, egy méterrel mélyebb a víz, tehát ha mondjuk egy egy féderes, keszeges pecát ha képzelünk el, akkor oda kell horgásznunk, illetve érdemes sülőzéskor is, mondjuk, vagy csukázáskor is azt a törést meghorgásznunk végig. Köszönöm ismét, hogy velem Ha tetszett az adásom, akkor ne felejtjétek el feliratkozni a csatornára, illetve nézzétek meg a többi videómat is. Sziasztok!